Ez most egy ilyen kis rövidke, kis vicces bomon lesz, de azt gondolom, hogy én vagyok Magyarországon az egyetlen, aki nem Fidesz szavazóként annyira idióta, hogy állandóan megnézi a két hétről két hétre a Kossuth Rádión sugárzott Kádár János Díjas Jó reggelt Orbán Viktor Magyarországgal című fantasztikus politikai matinéműsort, És pontosan ebből kifolyólag, emberek lemaradhatnak olyan csodálatos megnyilvánulásairól Orbán Viktornak, amelyek egyrészt viccesek, másrészt nagyon jól szimbolizálják azt, hogy ő a politikai életben hogy is viselkedik. Mire is gondolok? Hát itt egy poént szeretnék kiemelni Orbán Viktor részéről, ahogy párhuzamot von saját maga, brüsszeli küzdelmei és az aranycsapat bukásával, illetve Orbán Viktornak a harcias küzdelmére szeretném felhívni a figyelmet, amelyet a Kossuth Rádió stúdiójában egy pohár alátéttel sikerült abszolválnia. Az a veszély fenyegetett azonban, hogyha nem tudunk megegyezni, akkor az, az ukrán állam működéséhez szükséges pénzekről 26-os körben megállapodnak, elveszik a mi pénzünket, ami nekünk jár, El és elveszik a mi Ukrajnába. Tehát nekem úgy kellett uh, tárgyalnom, hogy ezt mindenképpen megakadályozzam, és azért siker a számomra. Ez nem lehetett egy könnyű tárgyalás, szembeúszni az árral, képviselni a magyar érdekeket, mint ahogy Orbán Viktor ezt mindig csinálja, de. A éjszaka, vagy az tegnapi tárgyalás, vagy az előkészítő éjszakai tárgyalás, mert a nagyokkal meg lehetett állapodni arról, hogy ez nem fordulhat elő, és akkor Magyarország is részt vállal az Ukránok ukrán állam működéséhez szükséges pénzek küldéséből, de fegyvert nem küldünk, és Magyarországra továbbra is érkezik az a pénz, ami nekünk jár. A mi pénzünk nem kerül Ukrajnába. Na, Úgy így van. tudom összegezni a tárgyalásokat. Nem volt könnyű, a témák is nehezek voltak. Itt jön a lényeg meg nagyon megoszlottak a vélemények. És még milyen hátráltató tényezői voltak ennek a tárgyalásnak? A legnehezebb az az volt, hogy közben gazdatüntetések zajlottak Brüsszelben, és ahol én aludtam, az ablakom alatt kb. 200 traktor állomásodott és egész éjjel tűköltek, magnóról bejátszottak Ilyen marha bőgéseket, úgyhogy 10 percenként ébredtem fel, és úgy mentem a tárgyalásokra, hogy lényegében egy éjszakám hiányzott. Mondtam is a német kancellárnak, hogy olyan helyzetben voltam, mint a magyar futballválogatott 54-ben, amikor a mi tudásunk szerint az ő szervezésükben a VB döntő előtti éjszaka utcabát rendeztek a magyarok Berni hotel előtt, és el is vesztettük a döntőt. Nem volt jó ómen. Hát igen, Orbán elmondása szerint 1954-ben a Svájcban, ugye, Bern városában megrendezett világbajnoki döntő, amelyet nem svájciak rendeztek meg, hanem belgák? Ezt mondja Orbán, utcabát rendeztek a magyar futballválogatott szálláshelye helye mellett, nem hagyták ugye jó magyar fiainkat aludni, és ezért vesztettük el az 54-es futballvilágbajnokságot. És ugyanez az aljas húzás történt meg most Orbán Viktorral is, ahol egy nagyon fontos stratégiai tárgyalás előészakáján Orbán Viktort nem hagyták pihenni, mert a gazdatüntetéseket pont az ő szállodája mellé szervezték, ahol tülköltek meg marha bőgéseket játszottak be egész éjjel, csak is azért, hogy Orbán Viktor ne tudjon aludni. De ez hogy történt pontosan? Orbán Viktort elszállásolták Brüsszel központjától messze, a hivatalnokok alvóhelyeitől távol, hogy aztán oda szervezhessék, és ezzel nehezíthessék Orbán Viktornak a másnapi tárgyalásait, de még így sem sikerült rajta kifogni. Nem, nyilvánvalóan ez úgy történt, hogy egész Brüsszelben voltak gazdatüntetések, és minden bizonyal senki nem tudott aludni azon éjjel, nem csupán Orbán Viktor, de ezt a népmesei hős Orbán Viktor úgy adja elő, hogy őt nem hagyták a brüsszeli bürokraták a gazdatüntetők képében aludni, hogy megnehezítsék a másnapi tárgyalásokat, de még ez is kevés volt. Viszont 1954-ben sajnálatos módon az NSK, Svájc és Belgium által szőtt összeesküvés sikeres volt a magyar aranyifjak ellen. Egyébként ez egy ilyen tipikus magyar dráma, hogy a válogatott a döntőben a nyolcadik percben már kettő nóra vezetett, és onnan sikerült kikapni a 84. percben három-kettőre. Ez egy tipikus magyar bukástörténet ez Magyarországnak a néplelkébe beivódott, és ez következik azt gondolom a magyar történelemből is. Azóta is megy egyébként a bíróhibáztatás, hogy az angol bíró csalta el a meccset, illetve különböző dopping vétségek is felmerültek, bár a doppingolás csak 66-tól számít hivatalosan is csalásnak, de 2010-ben, ha jól emlékszem, felmerült egy olyan gyanú, hogy az NSK játékosok tudtukon kívül a csapatorvostól metamfetamint kaptak. Azt mondják persze, hogy C-vitamint kaptak, de mi jól tudjuk, hogy valójában metamfetamint kaptak. Az NSK focisták és ezért sikerült érdemtelen, csaló módon legyőzni a magyar aranycsapatot. És ez a metamfetamin gyanú, ez nagyon érdekes, ugyanis azt viszont történelmi forrásokból pontosan tudjuk, hogy a náci harmadik birodalomban is a harcoló katonákat, Wehrmacht katonákat, illetve SS katonákat busztolták metamfetaminnal, és nagyon sokan kaptak a harctéri bátorság elősegítésére ebből az igen aljas drogból. És ez a feltételezés a 21. században is felmerül az NSK futball győzelmével kapcsolatban, ami rávilágít arra, hogy se Trianont, se a futballvereségeket nem tudja Magyarország feldolgozni, Magyarország nem tud elszámolni egyszerűen a történelmével. Még Orbán Viktor is felhozza ezt 2024-ben azért, hogy megtávogassa a saját maga népmese hősi szerepét, de hogyan is küzdött meg ezután Orbán Viktor a pohár alátéttel, ez az igazán lényeges dolog. Mindjárt beszélünk még a gazdatüntetésekről, mert ugye járt is a gazdák között. Uh, itt ugye történik egy gigszer Orbán részéről, azért... hogy ráragad a pohárra a pohár alátét, és meglepi a fűrért. Nézzük meg, még egyszer. A gazdatüntetésekről, mert ugye járt Bum. is a gazdák között uh, Brüsszelben. Ugye nincs itt semmi látnivaló, milyen érdekes ebbe. Hát nézzük tovább a videót. Itt ugyanis egyik Megszólalása után, az újságírói álkérdés után, Orbán Viktor megint kiszárat, torkát megnedvesíti vízzel, és akkor mi történik újra? Történjen meg. Igen, csak közben ugye, hogy más gondol a két fél, azt mutatja az is, hogy például. Újra megtörténik amit regezded, ugyanaz. Táború... amit Orbán Viktor egyszer már elkövetett. Nézzük meg még egyszer, és arra kérnék meg mindenkit, hogy vegye nagyon komolyan ezeket a képsorokat. Ugyanis ez egy nagyon komoly politikai elemzés. Még egyszer a jelenet. Gondol a két fél. Azt mutatja az is, hogy például, amikor elkezdődött a háború... Orbán Viktor újra sztoikus nyugalommal veszi tudomásul azt, ami történt, és visszahelyezi a pohár látétet annak a helyére. Na de miért is érdekes ez? Egyáltalán nem az. Vagy mégis? Nézzük meg, hogy mi történik a jó reggelt Orbán Viktor Magyarországgal legeslegvégén. Orbán Viktor vajon az a politikai aktor, aki tanul a hibáiból, vagy aki soha nem képes tanulni a hibáiból? itt a vége Orbán Viktor mondandójának, majd a lekonferálás a kedves újságíró részéről. Legyen folyamatos tárgyalás. Legyen folyamatos hát tárgyalás. A uniós csúcs találkozóról, a gazda tüntetésekről és a magyar-ukrán viszonyról is kérdeztem az elmúlt Orbán fél Viktor. Ha? Orbán Viktor, Orbán Viktor látta mindenki? Azt a technikát, amivel Orbán Viktor tanult a múlt eseményeiből, és amilyen szakértelemmel és elővigyázatossággal nyúl utána a pohárért, azt Érdemes megnézni még egyszer. Íme a jelenet még egyszer. Tetésekről és a magyar-ukrán viszonyról is kérdeztem az elmúlt fél órában. Orbán. Hoppá! Ennyi Orbán Viktornak egy problémát megoldania. A gazda tüntet. És még egyszer, szuper lassításban volt fél órában. A Orbán. Pá, Orbánik. micsoda technika. Na ez az, amit az ellenzék soha nem fog megérteni. És az ellenzéki politikai kommentátorok sem, mint például Dév Világa. Ez az a zsenialitás, amely Orbán Viktort újra és újra a magasságokba repíti. Miféle zsenialitásról beszélünk, amikor Orbán Viktor képességeiről van szó? Ez. Ez az a zsenialitás. Ezt nem értik az ellenzékbe a probléma megoldó képességét, a tapasztalatát, a levont konzekvenciákat, a gyakorlatiasságát, a cselekvő képességét, az, hogy nem csak nézi a világ eseményeit, nem csak elszenvedi azokat, mint ahogyan két alkalommal elszenvedte itt a pohár alátét esetében, hanem képes újra kalibrálni, elemezni, majd egy jobb döntést meghozni, és ennek élvezni a végkimenetelét. Ez Orbán Viktor, ez a nemzeti együttműködés rendszere és ez a pohár látét esete. A gazda tüntetésekről mert ugye ön járt. azt mutatja az is, hogy péld. kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt. Na de miért is érdekes ez? Römer hogy jönni. Mutatja az. Römer tudja Mutatja az. Egyáltalán nem az. Társadalmi célú reklám. Vagy mégis? Nem táncolunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül.